A Pécsi Kossuth téren gyülekeztek a középiskolások, egyetemisták, akik a délvidéki vérengzésre emlékeztek csütörtökön. Az eseményt a Kosztolányi Céltársulás szervezi. Az esemény neve a Remény útja, mivel a béli reményüket fejezzük ki, hogy a második háború meg a bármelyik történelmi tragédia ellenére még mindig él a délvidéki magyarság, és jelentős létszámban képviselik ott a Kárpát-medencei magyarságot. A belvárosból indulva a Kálvária dombra mennek az emlékezők. Nagyon örülök annak, hogy ez a rendezvény, leszámítva a tavalyi pandémiás évet, most már zsinórban 2015 óta minden évben meg tud valósulni, és nagyon nagy köszönet azoknak az egyetemi oktatóknak, illetve azoknak a középiskolásnak és középiskolai pedagógusoknak, akik fontosnak tartják azt, hogy eljöjjenek erre a rendezvényre és erre a kevésbé ismert, mondhatnám azt is, hogy elfeledett nemzeti tragédiánkra közösen tudjunk emlékezni. Délvidéki vérengzések névvel illetik az 1944-45 telén a délvidéken a jugoszláv kommunista partizán alakulatok, a vajdasági szerb lakosság és az általuk létrehozott népőrség által civil vajdasági lakosok, elsősorban magyarok, németek és horvátok ellen brutális kegyetlenséggel elkövetett háborús bűncselekményeket. Mintegy 50 ezer vajdasági magyar vesztette életét az 1944 október 17-től bevezetett és 1945. február 1-jéig tartó katonai közigazgatás idején.